Aki azt gondolná, hogy a panel rengeteg Dunajvárosban nincs és nem lehet szüksége senkinek saját fűtéséhez tűzifára, azt téved. Hiszen Pentelén vagy éppen Újtelepen nincs központi fűtés, és sokan nem gázzal fűtenek. A korábbi évek tapasztalata pedig az, hogy szükség van erre a támogatási formára is. Immáron harmadik év lesz, hogy az útkeresés segítő szolgálaton keresztül történik ez a folyamat, hiszen ők azok, akik napi szinten kapcsolatban vannak azokkal a családokkal, akik leginkább rászorulók, és ez már egyfajta regisztrációs ugye segítség, hiszen aki az útkeresésnél be van regisztrálva különböző támogatásokra, nyilván az a szociális helyzet az adott, és természetesen, hogy akkor a családnak akkor jár a tűzifa. Körülbelül, ha a tavalyi évet nézzük, akkor egy 40 család jutott ehhez a szolgáltatáshoz. Körülbelül ugye másfél köbméter tűzifát kapnak ilyenkor. Én azt gondolom, hogy ez elég nagy segítség. Idén is nagyjából ezzel a mennyiséggel készülünk. Az előjelentkezéseket már meg lehet tenni, ugye folyamatosan regisztrálni kell ugye a szolgálatnál ahhoz, hogy ezt valaki megkaphassa. 3 évvel ezelőtt az útkeresés segítő szolgálat munkatársai mérték fel, hogy Dunajvárosban hány embert, hány családot érinthet, hányan szorulhatnak tűzifa támogatásra. Őszinte leszek, nagyon sok olyan család került a látóterünkbe, aki eddig nem volt. Ugye hozzánk elsősorban a gyermekvédelem területéről kerülnek családok, de hát nagyon sok olyan egyedülálló, illetve olyan házas pár van, akik nagyon szerény körülmények között élnek. Sokszor nem is ők jelentkeztek egyébként, hanem a szomszédok, a jóakarók hívták föl rá a figyelmünket, a kollégák ilyenkor utána néznek a rászorultság fokának, és ettől függően vesztük föl őket a listára. Sok ilyen család volt, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezen a szegmensen is tudunk segíteni. Mészárosné Libor Ágnes elmondta még, hogy a szolgálat munkatársai végig koordinálják a folyamatot, de a tűzifa aprításában nem tudnak segíteni, pedig gyakran szükség lenne erre is. Ezért erre önkéntes segítőket szoktak keresni, teszik most is, aki tud és munkájával segíteni, az jelentkezzen és tegye meg.